estét kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy ilyen nagy számban eljöttetek. Jól esik látni az érdeklődést. Tehát mi a zen? Vágjunk rögtön a közepébe. Ha a zen lényegét szeretném érinteni, akkor ez egyetlen egy kérdésből áll. Kik vagyunk mi, emberek? Erre nagyon sok válaszsal kezdheted. Kezdheted a neveddel. De azt tudjuk, hogy olyan, amit megkaptál a szüleidtől. Kezdheted a családoddal, a nemzetiségeddel, a hivatásoddal, minden, ami az énednek a része. De mi az, ami ezt mondja? Mi az, ami ezt átéli? Mi az, ami ezt a testet fölveszi? Mi az, ami megszületik és meghal? Ez az igazi kérdés, és nem csak a magyarázatok szintjén, hanem a tapasztalat szintjén. Tehát a zen nem támaszkodik a szutrákra és az írásokra, de nem is veti el azokat. Az írások, a könyvek, azok a tanulmányok bizonyos szakaszában fontosak, általában az elején. De aztán, amikor a térképet már eleget tanulmányoztuk, neki kell vágni a tájnak magának. Neki kell vágni önmagunk felfedezésének, vagy ahogy Emese mondta a bevezetőben, tudatunk buddhai feltárásának. Miért? Talán azért, mert személyiségünk nagy része nem látható és nem tudatos. Ezt a nem látást hívta a Buddha avidjának, szó szerint nem látásnak, és ez a nem látás minden szenvedésünk és bajunk forrása. Ha zen gyakorolsz, akkor közvetlenül felfedezed önmagad. Tehát az első elv, hogy nem támaszkodunk az írásokra, az azért kell, hogy közvetlenül a tudatra irányulhassunk. Közvetlenül megkérdezhessük, hogy mik vagyunk mi. Mi vagyok én. Mi ez, ami bennem lát, hall, szagol, beszél, ízlel, gondolkodik. Mi ez? Mi az, ami itt van ebben a pillanatban? Mi az, ami dönt benned jóról és rosszról, magasról és alacsonyról? Mi az, ami benned emlékezik? Mi az, ami benned gondolkodik? Mi az, ami lát a szemeddel, hall a füleddel, szagol az orroddal, ízlel a száddal, tapint a bőröddel, érez a szíveddel? Mi ez? És úgy tűnik, hogy az emberiség nagy része nem ezzel foglalkozik, bár foglalkozhatna a maga kultúrájában, a maga vallásával, a maga tetszésével és nem tetszésével. De úgy tűnik, hogy mi nem ezzel foglalkozunk. Nagyon nagy részt, több mint 7 milliárd ember ezen a Földön. És mivel nem teszünk ez irányú erőfeszítéseket, nem látjuk meg igazi önmagunkat, nem fedezzük föl a karmánk sötét bugyrait, ezért minőségileg az emberi élet legfontosabb komponenseit, legfontosabb alapvető területeit tekintve nem változott az elmúlt pár ezer évben. Változott a technika, változtak a ruháink. Ez nem, ez 1700 éve nagyjából ilyen, amióta Koreába bement a tan. A ruháink nagyon nagy többségei nem hogy évtizedenként, évenként, hölgyek és urak, változik, hogy lehessen újat venni. De az emberi problémáink nem változtak. Sőt, teszünk hozzájuk még többet. Pedig, hogyha megtapasztalnánk igazi önmagunkat, akkor legalábbis egy más nézőpontot tudnánk fölvenni, mert más lenne az élet élményünk, mivel más önmagunk élménye. Hogyha jó napod van, akkor minden olyan rózsás. Ha rossz napod van, akkor még a barátodból is ellenség lesz. Reméljük, hogy csak arra a napra és egy pillanatra, és átlátod és feloldod. De hatalmas vállalkozás felfedezni önmagunkat. És ezért mondja a második alapelve az ennek, hogy közvetlenül a tudatra irányulunk. Használhatsz szimbólumrendszereket, használhatsz logikai rendszereket, használhatsz sok mindent. De mit érsz el velük? Bizonyos részeredményeket elérhetsz. De igazából önmagadat csak közvetlenül láthatod egy olyan tudattal, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. És ez a tiszta, térszerű, jelenlévő, látó, halló, tapintó, ízlelő, gondolkodó, érző tudat, ez az en célja. Ennek a megismerése, ennek a tapasztalása.
És valahol ennek az átadása, mert a harmadik alapelv az úgy szól, hogy tudattól tudatig történő átadás. De nem lehet így egy könyvben, egy oklevélben, x évnyi végzettségben és egy rövidítésben átadni a zent. A zent tudattól tudatig lehet átadni, amikor egy felébredett tudat megpillant egy másik felébredett tudatot, és szavak nélkül elismerik egymást. És a negyedik, ami talán a legfontosabb, hogy a megvilágosodás, ami ennek a tapasztalatnak a magyar neve. Rengeteg neve van. Rengeteg hagyomány említi. Hívják felébredésnek, feleszmélésnek. Idegen nyelveket most nem hozott ide, felesleges. De a megvilágosodás az egyenlő önvalónk tapasztalásával. Önmagunkra ébredés egyenlő igazi önmagunk tapasztalásával. És nem valami külsődleges csodatétellel, speciális képességekkel, egyebekkel. Rengeteg zen történet van ezekről. És rengeteget hoztam nektek a mai napon. Viszont ahhoz, hogy tovább mehessünk úgy, ahogy az nektek fontos, amire emlékezni fogtok, amit esetleg újra néztek a neten, ahhoz sokkal jobb, hogyha a ti kérdéseitekkel folytatjuk. Ha nincs kérdés, nem baj, de sokkal jobb, ha van. Nagyon sok buddhista tudás, zen történet és hasznos jó tanítás fér bele a mai estébe. Viszont az a kérdés, hogy benned mi van. Az a kérdés, hogy mit szeretnél ma magadban megoldani. Mire vagy valójában kíváncsi, és mi az, amivel a zen, illetve egy zen tanító segíthet ma neked. Melegítsünk tovább? Melegíthetünk. Elmondok egy olyan zen történetet, ami végül is a zen tanításának a lényegi elemei közé tartozik. Ezt úgy hívják, hogy koan. A zen koan, ez egy olyan képződmény, amit sok száz évvel ezelőtt találtak ki, úgy nagyjából olyan 1100-1200 éve biztos, hogy már használták. És szó szerint a koan azt jelenti, hogy közügy, vagy közokirat. Kínaiul kungan, koreaiul kongan, japánul koan. És ez, hogyha olvastad, mert most már a neten is olvasható a koanok, ezek nagyon paradox történetek, amelyeket nem tudsz aggyal megoldani, mert ha aggyal próbálkozol, akkor nagyon hamar elgurul a gyógyszer, mert logikus válasz az nincs rá. És egyre inkább így a mókuskerékben pörgeted magad, és számítástechnikus fiatalok, végtelen ciklus, mi történik, kiég a processzor. Tehát nagyon fontos, hogy a koan megoldásnál szokjunk le a fogalmi gondolkodásról, mint eszközről. Te gondolkodjál a magad szabad idejében, és a munkában, és a mindennapi életben, csak a koant ne azzal akart megoldani. Mert akkor nem megy. Tehát a koan az egy eszköz arra, hogy a gondolkodás előtti tiszta tudatodat megtapasztald. És most elmondok egyet, hogy a kíváncsi szemek kapjanak valamit, és a fülek. Jojo Zen mester meglátogat két remetét. Megkérdezi az egyiket. Elérted? A remete felmutatja a csukott öklét. Erre Jojo azt mondja, sekély itt a víz, nem maradhatok. És tovább megy. Rátalál egy másik remetére. És azt is megkérdezi. Elérte? Az a remete is felmutatja a csukott öklét. Erre Jojo azt mondja, birtokában vagy a legmagasabb rendűnek, szabad vagy élettől és haláltól, meghajlok előtted. Felmerül a kérdés, hogy miért fogadta el Jojo az egyik választ, a másikat pedig nem. Ha gondolkodsz, nem találod meg a megoldást. Mert a fogalmi gondolkodás széttöri a tudatodat szavakra, képzetekre, jóra, rosszra, és elveszíted azt az egy tudatot, azt a tiszta tükörszerű tudatot, amelyben minden úgy látszik, ahogy van, amelyben magadat is úgy látod, ahogy vagy. És ez nagyon szokatlan. A koanokat nem szereti a gyakorlók többsége. Körülbelül olyan, mint a kanalas keserű orvosság. De a jó orvosság az nagyon sokszor keserű.
És nagyon sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy a helyes út úgy tűnik, hogy visszafelé vezet. Magadba vezet. Ismeretlenné, a feltáratlan helyre vezet. És az ezen való haladás, az nem az énednek az építése. Jól is érezheted magad közben, boldog is lehetsz, másokkal is találkozol, de az egód nem lesz erősebb, sőt, az elkezd szépen vékonyodni. És belülről. Érzed azt, hogy az önképed az nem az, aminek addig hitted magad. Hogy egyre inkább haladsz a koan megoldásokkal szintről szintre. A templomunkban a régi gyakorlat szerint 12 plusz 1-2 szint van. És ezeken szépen végig lehet menni. És az emberek nagyon sokat változnak. Nem kívül, belül. Azért, mert ahhoz, hogy megold a koant, ahhoz le kell szokni a gondolkodásod berögződöttségeiről. Le kell szokni az érzelmeid mintáiról. Nem szűnsz meg okosnak lenni, és nem szűnsz meg szeretni másokat, vagy éppen gyűlölni, ha azt akarod, de azt senki nem akarja. De a nézőpont megváltozik, az azonosulás megszűnik, az ember könnyebbé, szabadabbá válik, de ennek ára van. Mindennek ára van. Ennek az az ára, hogy elfogadod azt, hogy az eddigi önképed az legalábbis nem volt teljes, de nagyon sokszor hamis volt. Ahhoz be kell ismerni a hibáinkat, magunk előtt főleg. És elfogadni azt, hogy az úton a változás a legfontosabb. És az az én, amit magadnak hiszel az úton, az előbb-utóbb elkopik. És te magad válsz az úttá. És ezek a nagyon száraz, vagy nagyon elvont koan gyakorlatok, azok nagyon sokszor nagyon mély érzelmeket hoznak fel az emberekben. Például egy újabbat mondok. Namcsön zenmester egy hatalmas kolostornak volt az apátja. A több százan gyakoroltak a keze alatt. És egyszer a nyugati fele a kolostornak összeveszett a keleti féllel egy macskán. Apró, pici kis macskán. Az egyik azt mondta az egyik fel, a miénk. Másik azt mondta, nem, a miénk. Mi etetjük, mi gondozzuk, nálunk van, ide jön, az éneket itt hallgatja, az ülést itt nézi. Borzalmas veszekedés. Erre fogja magát Namcsön zenmester, megragadja a macskát, és kiveszi az övéből a fogadalomtevő kését, amivel a novíciusoknak a haját szokták levágni. És azt mondja, ide figyeljetek, mondjatok egyetlen igaz szót, és megkímélem a macska életét. Ha nem, megalom. Mindenki nézett, szótlanul, sóbálvánnyá válva, és nem mondtak semmit, nem tettek semmit, igyekezte kívül maradni a helyzeten. És Namcsön egy idő után, ketté látta a macskát, és kész. A kérdés az, hogy te ott, ha te lettél volna ott, a szerzetesek között, hogy mentetted volna meg a macska életét? Kegyetlen, mi? De nem kegyetlenebb, mint az ember maga. Azért is jó itt tanítani, mert ezen a tájon az emberek még emlékeznek arra, hogy mi a szenvedés. Európa sok területén elfeledtük, és elvárunk dolgokat. De itt még tudjuk, hogy mi az. Hogyan lehet ezt a koant megoldani? Úgyhogy ez is az én gyakorlattárgy, és most mindenki szemébe állt, hogy na, hát mi a válasz? Hát hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, a válasz bennetek van. A válasz a szívetekben van, a válasz igazi önvalótokban van, és onnan kell előcsalogatni, félrekotorva az énséged, sziklahalmait és betonfalait. És akkor megvan. Akkor egyé válsz a koanna, egyé válsz a macskával, az emmesterrel, a szerzetesekkel. És hogyha nem akarsz kívül maradni, hogyha nem akarod elszigetelni magad, hogyha mersz tükrözni és beleállni a helyzetbe, akkor a megoldás te leszel.
a tiéd lesz, és meg tudod menteni a macska életét. Úgyhogy én itt egész este mondhatok nektek kornokat, és fogok is. Vigyázzatok, fogok is. De hogyha van valaki, aki kérdést szeretne föltenni most, az bátran tegyen. Távoli, elvont és egy kicsikét idegen téma, ugye? Amit most hallasz. Hogyan kapcsolódik a mindennapi élethez? Hogyan tudom én ezt használni? Mire jó ez a zen, kicsikét ugye 8000 kilométerről idejövő import termék, ugye? Hát kérem szépen, ha az ember tudata tiszta, és 100%-osan jelen van, akkor a helyzetfelismerésed, kapcsolatteremtésed és cselekvésed az helyes. Honnan tudod, hogy helyes? Honnan, hogy nem követsz el annyi hibát. Még mindig fogsz, de sokkal kevesebbet. Nem okozol annyi szenvedést. Valamennyit igen, de sokkal kevesebbet. És ez a látó tudat, ez a tiszta tudat, ez végigmegy azon a négy nemes igazságon, és meg is haladja, amivel a Buddha kezdte a tanítást. És a Lotus Sutrában meg lehet látni azt a négy nemes igazságot, és még egy csomó más helyen is, de hagyomány szerint itt maradt fönt, ami a következőt mondta ki. Ez a Buddha személyes tapasztalatából táplálkozik. Ezen a világon van szenvedés. Tehát ez a szenvedés ténye. Honnan tudjuk, hogy van születés, öregség, betegség, halál? Tapasztaljuk azt, hogy néha távol vagyunk a kedvestől, néha együtt vagyunk azokkal, vagy azzal, akiket nem szeretünk. Tehát jól és rosszul érezzük magunkat. Van, amikor megkapjuk, amit akarunk, van, amikor nem. Van, amikor olyat kapunk, amit nem szeretnénk, és mégis itt van. Tehát az a kérdés, hogy ezt a szenvedést egyáltalán látjuk-e, elismerjük-e, és nézd meg, a világ legnagyobb része menekül ennek a belátásától. Egész kultúrák épülnek arra, hogy a halál, a hiány, a szenvedés tényét ne lásd. El van szigetelve, sterilizálva van, nehogy fölállj a tévé elől, és nehogy saját fejeddel kezdjél el gondolkodni, vagy saját szemeddel kezdjél el látni. Tehát az az igazi kérdés, hogyha már láttuk a szenvedés tényét, akkor mit kezdünk vele? És az emberek, hogyha valami bajt tapasztalnak, megpróbálják megtalálni az okát, mint a jó orvos. Bemész hozzá betegen, megállapítja, mi a bajod, utána megállapítja az okát, mi a szenvedés oka. És a szenvedés oka az bizony, ha jobban megnézed, bennünk van. Tele vagyunk téves nézetekkel, tele vagyunk vágyjal, tele vagyunk haraggal. És ezek az érzelmek és gondolatok összekapaszkodva valami elképesztő felhőt raknak a saját egünk fölé, és ezáltal mások ege fölé is. Úgyhogy a szenvedésnek van oka, és ez a tudatunk minőségében keresendő. Hogyha a tudatod tiszta, nem termelsz szenvedést. Ha a tudatod szennyezett, akkor termelsz. És akkor jönnek létre a jóról, rosszról, énről, másról, mindenféle dualisztikus minőségről alkotott képzetek, mert nagyon nagy része hamis. Ha megkérdezed ezt a poharat, te jó vagy, vagy rossz? Van-e kisebbségi komplexusod, vagy pedig megalomániában szenvedsz? Ezt a hangot fogja csapatni, hogyha megkopogtatod. Más hangja nincs. És hogyha nagyon tisztán látjuk, akkor látjuk, ez egy nagyon szépen mintázott üvegpohár. Ha úgy látod, ahogy van, akkor nem csalod meg magad. De ha nem úgy látom, hogyha projekciókkal, illúziókkal, kivetítésekkel élek, akkor felépítek egy olyan illúzióvilágot, amelyben nem látom meg a szenvedés okát, vagy helytelenül látom azt. És ekkor ez az álomvilág beszakad.
Ezt hívjuk válságnak. És ezt nem szeretjük. De furcsa, hogy csak a válság az, amely a változást kikényszeríti. Hogyha nagyon-nagyon jól vagy és jó a helyzeted, akkor nem akarsz változni, mert nincs miért. Nincs miért, nincs rá okod. De a válság az a változás gyökere. A változás az az útra lépés lehetősége. És amikor meglátod a szenvedés okát, onnan megláthatod a szenvedés megszüntetését, ami az oknak a, úgy nagyjából az ellentéte, vagy annak a meghaladása. És a negyedik, az a szenvedés megszüntetésének az útja. És ez a négy, ez feláll kétszer-két gyönyörű párba, tehát szenvedés ténye és oka, megszüntetése és annak az útja. És ha megnézzük azt, hogy az elmúlt már elég jó nyomon követhető 2000-2500 évben az emberiség milyen összteljesítménnyel bír, milyen csoportos, tudati teljesítménnyel bír, hát az eredmény elég lesújtó. Hogyha annyira jól csináltuk volna az elmúlt 2500-3000 évben, akkor az utóbbi 100 évben nem gyártunk le 2 darab világháborút, és a második után is sorozatban a helyi konfliktusokat. Itt is volt egy nemrég 20 éve. Koreában is, Vietnámban is, és még számtalan más helyen. Tehát úgy tűnik, nem tanulunk. Nem látjuk be, milyen helyzetben vagyunk. Nem ismerünk magunkra, nem ébredünk föl, és nem sajátítjuk el, nem tapasztaljuk igazi önvalunkat. Ehelyett valami egész más csinálunk, és ennek az eredménye és a következménye az az élet, amit élünk közösen, és az a halál, amit halunk. És a kérdés az, hogy lehetne ebben esetleg változtatni, ennek a minőségét valahogy fejleszteni. Valahogy letisztítani. És a válasz az, hogy te egyénileg ezt eldöntheted, a körülötted lévő kicsi csoport ezt gyakorolhatja. De a történelem mindig azt mutatta, hogy ezek soha nem váltak tömegmozgalmakká. Soha nem voltak nagyon-nagyon elterjedtek. Krisztus után 600 és 900 között durván Kínában volt a Tang dinasztia, ahonnan az összes ilyen koangyártó zenmesterünk eredetileg származott, és még utána is voltak, de ez volt az aranykor. 300 olyan év volt, hogy a lakosságnak körülbelül az 5-10%-a átlagban aktívan, vagy szerzetesként, szerzetesnőként, vagy pedig világi támogatóként a kolostorok környékén, vagy azokban benne élt, lakott, dolgozott, és a többi. Az 5-10% ez óriási. Ez egy hatalmas arány, nem is tetszett az utolsó Tang dinasztia beli uralkodónak, haza is küldött 800 ezer szerzetest és szerzetesnőt, be is záratott 14 ezer templomot, de utána bukott is a dinasztiája, jött a Szung, és jött egy olyan állapot, ami már nem volt ennyire megvilágosodott, és nem volt ennyire középutas, középosztállyal bíró, és nagyjából egyenletes, szép hierarchiájú valami, amikor nem a társadalom felső 10%-a birtokolja az anyagi eszközök 80%-át. A fejlett átlag az ez. Túl jó volt. Nem volt elég szenvedés benne, az emberek nem voltak elég irányíthatóak, túl sokat láttak, nem kellett. Az uralkodó osztály feleslegesnek érezte magát, és nem elég hatalmasnak. Nem volt ki uralkodni. Elég volt az, hogyha gyöngéden irányítanak és kormányoznak. És ha megnézed, az uralkodó osztály az uralkodást szereti. Mint ahogy a gazdasági elit pedig a pénzt. És ezekkel nem lenne semmi baj, sem a hatalommal, sem a pénzzel, hogyha ezt megfelelő módon használnák föl a társadalom egésze érdekében. Képzeld azt el, hogyha azt mondaná a fejed és a gyomrod,
hogy a lábra, a kézre, a vesére, a májra nincs szükség. Azok nem dolgoznak. Képzeld ezt el! És hogyha csak az európai történelem elmúlt 2000 évét megnézed, a négy nagy társadalmi csoport, amely minden társadalomban meg benne van és megformálódik a Föld egészén, bármely korszakban, ezek egymásnak adták a hatalmat, illetve a másik mindig kivette a kezükből, és sohasem tudták megtartani, mert nem bántak vele jól. Ezen a fertájon Közép-Kelet-Dél-Európában az elmúlt évszázadnak egy jó része, jó pár évtizede úgynevezett munkásuralommal telt, amikor a munkások állítólag gyakorolták a hatalmat, pedig látható volt, hogy ez nem így van. Előtte volt egy olyan, amikor egy nagyjából kereskedő és ugye katonai osztály tette ezt, és az értelmiség asszisztált hozzá. Ez a négy nagy csoport egyszerűsítve az értelmiség, ebben papok, orvosok, bárki, aki diplomával és egyébben rendelkezik, ezek tartoznak. Aztán vannak azok, akik a külső hatalmat és nem a belső tudati hatalmat részesítik el egyben, ezek a katonák, rendőrök, rendfenntartók, stb. És a harmadik azok a kereskedők, akik elosztanak. Elosztanak, adnak, vesznek, elosztanak. És a negyedik azok a termelők, akik termelnek, akik csinálják, akik megfoldozzák, akik összeszerelik. És sose tudtuk eldönteni az elmúlt 2000 évben, hogy melyiknek van előnye a másikkal szemben, és hogy melyik van fölül, és melyik van alul. És az a legnagyobb baj, hogy ha alá-fölé akarsz rendelni, akkor már buktál. Mert előbb-utóbb az a társadalom, ami az egyenlőtlenségre van építve, az szétesik. A hierarchia kell, de a széttagoltság, szegregáció és ilyenek, ezek nem. Úgy kell elképzelni ezt a működést, hogy van egy kör, és ismeritek ugye a régi Pepsi-Cola reklámot, csak két ponttal fekete fejében, az egy yin és a yang ábra, az ketté osztja ezt a kört, és ezt a hullámvonalat gondolatban kettőzd meg, fordítsd el 90 fokkal, és van egy köröd, aminek van négy cikkeje, és a négy cikkei egymásban forog. Na ez lenne az a működés, vagy társadalomkép, amivel mindenki megtartja a saját identitását, de mégis teljes lenne az együttműködés. Tehát amikor az értelmiségnek van dolga valamivel, ők oldják meg, amikor a katonáknak és a rendfenntartóknak ők oldják meg, amikor a kereskedőknek, a pénzváltóknak, akkor azt ők oldják meg, amikor a munkásoknak, dolgozóknak, akkor pedig, és a parasztságot, farmereket ki ne hagyjuk, mert nem lesz mit tenni. Tehát mindenkinek megvan a dolga, mindenki együttműködik, és mindenki lehetőleg a másik minőségét tisztelje, és lássa a funkcióját. És ha megnézed, nem tudtunk így működni. Mindig valahol túlcsordult ez az egész, mint hogyha a négy cikkely valamelyikében ugye túl sok vizet pumpálsz, és ez úgy szétvattan, szétreped. És az kicsattan a másikra, ugyanis ezt a vizet, akármi is legyen az pénz, hatalom vagy egyéb táplálék, azt a másiktól vonta el. Nem volt elég bizalma, nem volt elég hite, nem volt elég belső tisztasága és ereje ahhoz, hogy meghagyja a másiknak is azt, ami az övé. Az, ami neki jár. Az, amit megtermel, kigondol, amit megvéd, amit eloszt. És pontosan ezért, ezek miatt az egyenlőtlenség és aránytalanságok miatt a társadalmi elégedetlenség sosem szűnik meg, mindig meg lesz, mert amíg a tudatunk nem lesz elég tiszta és világos, addig nem lesz annyi bölcsesség és együttérzés bennünk, hogy egy arányos, tisztességes társadalmat teremtsünk, ahol relatíven mindenki ugyanazt a kompromisszumot vállalja. És mindenki nagyjából hasonló mértékben tesz erőfeszítést, és részesedik a javakból. Ez nem egyenlő, de ahogy mondtam, senki sem egyenlő. Senki sem ugyanolyan, mint a másik. Mindenkinek megvan a saját maga minősége, tehetsége, társadalomban elfoglalt helye. De a központi minőség az az a tudat, amely ezt teremti. És hogyha ezt tiszta tudattal csináljuk, akkor tudunk egy jobb
társadalmat, kevésbé szenvedő társadalmat teremteni. Tökéleteset nem lehet, ideálisat nem lehet, ideológikusat nem lehet. Mert az ideológiák és politikai ukázok, ezek ölnek, butítanak és nyomorba döntenek. Ezt itt mindenki tapasztalta. Mi a baj az ideológiákkal? Az, hogy nem a valóságból indul ki, hanem egy ideából, ezért hívják ideológiának. És az ideológia az a valóságot akarja a maga képére formálni. Ahogy azok a lányok, akik hamupipőke nyomába szerettek volna lépni, hirtelen a sarkukat, meg a nagylábaujjukat muszáj volt ugye levágni, hogy a cipőbe beleférjenek. De amikor ezt össztársadalmi szinten megpróbálja egy elit, aki így vagy úgy hatalomra került, és dönt jóról és rosszról, és eldönti, hogy ki élhet és ki haljon meg, akkor óriási szenvedést támad, és ez az ideológia irányít. Nem az ember, hanem egy nagyon szűk csoport által teremtett ideológikus gondolkodás, amely úgy gondolja, hogy ez tökéletes, úgy gondolja, hogy ez abszolút értékű, úgy gondolja, hogy ezáltal lehet uralkodni másokon és a világon. Ha pedig nem megy, akkor a világot kell szabni, varni, hogy az ideológiába beférjen. Van egy kérdés? Márkita. Mondd. Arra lennék kíváncsi, hogy itt most ugye vallásról is szó volt, arról, hogy a vallás hogyan alakíthatja a világot és a zen, illetve ezen túl a buddhizmus mennyiben tartható valláshoz. Lehet azt is csinálni belőle, és nem is rossz. Tehát van, aki a Buddhát odaként külső tényezőként, külső létezőként fogja föl, és komoly imádatot tanúsít, és tiszteletet, és mindent megtesz azért, hogy a buddhák és buddhiszaták jók legyenek hozzá. De a lényeg az nem vallás. A vallási réteg az meghaladható, és szerintem meghaladandó. Tehát lehet külsődleges, kívül elképzelt ugye, alakokat, és legfelsőbb ugye, szellemi lényeket gyártani belőle, de azt mindig kimondja a buddhizmus, és ez az Avatamsaka Sutra lényege, hogyha meg akarod érteni a világegyetem lényegét, akkor fogd fel úgy, mint amit egyedül a tudatot teremt. És ez a tudat, ami nem pusztán személyes, hanem közös, és minden lényben, minden tudatban ugyanez a lényeg van, ez tapasztalható, és ennyiben más, mint azok a vallások, amelyek mindig tételeznek, hisznek valamit, ami soha nem tapasztalható, de szerintük mégis van. Tehát ennyiben más a maga, mint mondjuk a monoteista vallások, vagy a politeista vallások, ahol egy csomó olyan létezőről beszélünk, amelyek így vagy úgy működnek, és ezt részlegesen tapasztalják is, de egészlegesen, abszolút értékében, úgy, ahogy az le van írva, úgy nem, mert az is le van írva, hogy nem lehet. A buddhizmus ennyiből más. Tehát ott arról van szó, hogy tapasztalhatod önvalódat, ráébredhetsz igazi önmagadra. És ezt tárgyasíthatod, kivetítheted, külső pontként is használhatod. Tehát legyárthatsz vallást is belőle, és az nagyon jól tud működni. Tehát ez egy ilyen dolog, és mindenkit meg kell hagyni a maga meggyőződésében mindaddig, amíg ő maga nem akar rajta változtatni. Tehát a legnagyobb probléma az, amikor valaki oda megy, akármilyen színű, rendű, hajviseletű, és elkezdi osztani azért, és megmondani, hogy neked miért nincs igazad. Na ez a vallásos gondolkodásnak a legrosszabbik változata. Megmondják, hogy mit higgyél, megmondják, hogy te ki vagy, megmondják, hogy mi a dolgod ebben az életben. És az ilyen alapú gondolkodásra később hatalmas intolerancia épül. És ez a buddhizmusban nincs meg. Tehát azt akár vallásos, akár spirituális módon gyakorlod, a veled szembe lévő ember tisztelete elsődleges. De nagyon fontos az, hogy tisztán lássunk és elfogadjuk az embereket abban a nézetvilágban, amelyben ők vannak, és igényeik és kérdéseik függvényében tanítsuk őket, hogy ha az a dolgunk, hogy tanítsuk őket.
találkoztam olyan tanítókkal, akik nem tudták, hogy ők azok. És jobbak voltak nagyon sok névvel, címmel bíró tanítónál. Jó. Más kérdés? Kezdünk bemelegedni, most már üzemi hőmérséklet, tessék. Gondolom, tudhatom, hogy tisztán látok, hogy jó tajára. Milyen színű a fa? Gondolod, vagy látod? Látom. Hát akkor tiszta a tudatom. Nincs ezzel gond. Na, mi hiányzik ebből? Na, mondjad, mi hiányzik ebből? Hát sokan gondolják, hogy tisztán látnak, és mégsem. Miért van ez? Hogy gondolják? Mert behelyettesítik a gondolataikat az érzékszervi tapasztalással. Magyarul azt hiszik, hogy látnak, közben csak gondolkodnak. Tehát a szemet, azt látásra használjuk. Az agyat, meg ezt az egész berendezést, azt pedig gondolkodásra. És ne keverjük a kettőt, meg a szívet az érzésre és érzelmekre használjuk. És nagyon gyakran felcsérjük a gondolatokat, meg az érzelmeket. Sőt, nem csak fölcsek, hanem összekavarjuk őket, mert és most jön az, amit hiányoz joga, nem látjuk őket. Tehát a látást nagyon világos, nagyon egyszerű dolgokkal kezdjük. Milyen színű a fa? Milyen színű a padlószőnye? Mit látsz, mit hallasz, mit csinálsz épp most? És ezen ebből a pillanatból érzékszervi hatásokkal operálva indul ki. Hogy egyszerűen tisztán kezdhesd, hogy egyszerűen és tisztán folytathasd. És akkor nem csak a szemeddel lát színeket és formákat, hanem a lelked tükrével látod önmagad, hogy milyen gondolataid vannak, milyen érzelmeid vannak, mit gondolsz másokról, magadról és az egész világról, és ez a tudati látás az, ami igazán fontos. Az érzékszervi is, és azért kezdünk vele. De hogy a tudatoddal láss, a lelkeddel láss, és akkor nem csalod meg önmagad és másokat. Legtöbb problémánk a nem látott szokásainkból van. Nem látjuk, hogy mit teszünk napról napra, óráról órára, pillanatról pillanatra magunkkal és másokkal. És hogyha látnánk, valószínűleg nem tennénk. Nem látjuk. Mert nagyrészt nem akarjuk. Tehát ha tiszta a tudatod, akkor helyesen ismered fel a helyzetedet, belül és kívül egyaránt. Helyesen teremtesz kapcsolatot, és helyesen cselekszel, vagy helyesen működsz. Jó? Ez így már teljesen, ugye? Tessék! Hát az a kérdésem, hogy európai lévén volt-e olyan tapasztalata, hogy aki találkozik ezzel a tannal, vagy egyáltalán ugye olvas róla, vagy valamilyen módon kapcsolatba kerül, elejében inkább egy ilyen összezavarodott dolgok kerülnek felszínre, mert ez a tan lehet, hogy keleten ez talán együtt születnek, és zsigerekben benne van a zsigerekben az ottani embereknek, nekünk ez egy kicsit szerintem távoli és elvont, és akkor, hogyha ez az ember elkezd ezzel foglalkozni, akkor hát szerintem összezavarodik, most nem tudom, hogy van-e ilyen tapasztalata, és akkor milyen folyamat ez, hogy kitartás, vagy hogy egyáltalán, hogy tud az ember ezt elfogadni magáig. Tehát ilyen egyszerű mindennapi dolgokról. Mindjárt erre vonatkozó tanítást fogok adni, csak előtte én kérnék egy kis tanítást. Amikor takarítani tetszik otthon, és a felmosóvízbe betesszük a rongyot, és elkezdünk vele a padlón szépen felmosni. Mi történik azzal a vízzel? Hát piszkos színes lesz. Baj ez? Hát nem baj, mert utána tiszta lesz a padló. És ez csak az import termékkel van így, vagy esetleg a hazaival is? Rendben van. Biztos értem a kérdésemet. Hát nem biztos. De azért én megpróbálom. Ez úgy van. Ez úgy van. Először hadd próbáljam meg. Hadd próbálj meg, és hogyha nem megy, akkor tessék segíteni.
Tehát ez úgy van, hogyha az ember megpróbál valamit változtatni önmagán, akármilyen eszközzel, helyi vallás, elmegyek a papácsihoz, most már van papnéni is bizonyos jel, oda is elmegyek pszichológushoz, pszichiáterhez, természetgyógyászhoz, látóhoz, jóshoz, mi van még? Van egy rakás. Tehát elmegyek szerzeteshez, szerzetesnőhöz, buddhához, lámához, bárkihez. Biztos, hogy valamiféle ilyen mozdulat lesz, hogy most bemártottam a felmosóvízbe a kis pumuklimat. És amikor ez bekövetkezik, akkor elkezdek vele felmosni. Akár import termék 8000 km, 10000 km, akár a szomszéd falu tornya. Tehát mindenképpen valami bekövetkezik, ami miatt én úgy érzem, hogy nem vagyok olyan, mint korábban, hála jó Istennek, és valahogy a bennem zajló folyamatok egy kicsit ugye felszínre hozzák azt az iszletős mennyiségű karmát, amit én addig szépen rétegesen raktam le, mint az almáspitét. És az almáspitével semmi gond. Azt megesszük, mert látjuk, ott van kisült, finom porcukor a tetején. De a karmánkat nem látjuk, és így a karmánk zabál föl minket. Ez a baj. És hogyha ezt az ember elkezdi egy picikét mosogatni, feszegetni, lerepesztgetni a látásával, a nem azonosulással, azzal a kérdés, hogy felteszem, ki vagyok? Vagy mi vagyok? Akkor elkezdek látni, rálátok önmagamra, rálátok azokra a tulajdonságcsoportokra, szokásokra, személyiségjegyekre, amelyekre eddig nem láttam rá. És ez tényleg érezhető úgy, hogy nagy halál, óriási válság van, de általában a válság már megjelent kívülről, mielőtt a módszerhez folyamodtam. Mert ahogy mondtam, az ember kényelmes, és amíg ülhet a tévé előtt, addig ül. Nem csak azt a LCD nagy felbontásra gondol, itt bent. Ülök a saját tévém előtt, és elhiszem a saját illúzióimat, elhiszem a saját önképemet, elhiszem a saját világképemet, mindaddig, amíg ezt megtehetem. Amikor már nem, na akkor kapkodok jobbra-balra, hogy na, akkor gyorsan oltsuk a tüzet. A harag tüzét, a vágy tüzét, a téves nézetek tüzét. Így már elfogadható az import termék? Hát ez most újabb kérdéseket... De jó! Hadd halljam! Hát, hogy ez érdekesnek találom, például, hogy ugye Magyarországon nagyon egyetek van, hogy egy import meg keresi az ember a megfelelő módszeret. Igen. És de hát, hogy ez mennyire van ilyen tapasztalatom, hogy a keleti jön ide hozzánk nyugatra, az emberek nagyon érdeklődnek utána, és a keletiek azok meg vannak elégedve a saját... De, hogy nézzük meg! Az egész, hogyha mondjuk egy rendszert nézek, az úgy működik, hogy van egy ilyen lánglelkű tanító, aki egy életen belül itt tényleg látszólag nagyon megoldotta. Most maradjunk két alapvető példánál, keleten Buddha, csak időrendben mondom, nyugaton Jézus. Tehát ilyen, hogy van egy lény, akiben az univerzum teljes lényege testet öltött hiánytalanul, és ekkor szellemi ősrobbanás, kialakulnak az alapközösségek, az a pár száz fő. Mert tényleg csak pár száz volt, Jézus esetében még kevesebb. Buddha esetében beszélnek 500 és 1200 közti stabil szangáról, ők aztán szépen tovább viszik a tant, és így legyező alakban így nyílik ki. Elkezd hűlni az univerzum, és elkezdenek kialakulni országokban így központok, közösségek, vallási ugye, felekezetek, stb. És akkor a terjedése is lassul, az intenzitása is lassul, és elkezd beivódni a kultúrába. Igen ám, csak hogy ezzel el is öregszik. Több évszázad alatt az a fantasztikus intenzitás, ami az alapítók fénye volt, pár kelvines háttérsugárzás lesz. És nekünk az a dolgunk, hogyha már megláttuk ezt a fényt, megéreztünk valamit ebből a tanításból, amit igaznak tartunk belőle, azt valahogy tegyük a magunkével, és próbáljuk meg felnőni hozzá. És akkor magunkban is újra gyújthatjuk ezt a fényt bizonyos intenzitásig. Ha nem, akkor fekete lyukakként végezzük, akik mindent beszívnak, mindent elnyelnek, és csak egy nagyon-nagyon kis töredék százaléknyi gamma sugárzás jön ki belőlük,
mondjuk a beszéd belőle. Amikor meglátjuk, hogy valójában hogy működünk, akkor fogadjuk el azt, hogy milyen helyzetben születtünk, mert azon már nem tudunk változtatni. Tehát ha valami 2000 éves és így szépen, még mindig terjed. Még mindig terjed a kereszténység, természetes. És a buddhizmus is, csak sokkal lassabban. Na most, ha az adott helyről, ahol már 2000 éve vagy 2500 éve van, megfogom a lényegét és elviszem egy olyan helyre, ahol nincs, egy ilyen új ősrobbanáshoz hasonló jelenséget tudok produkálni. Az átvívő tudatok függvényében, hogy azt kiviszi át és milyen kakaó van benne, attól függ az, hogy az új területen mi történik. Tehát amikor a misszionáriusok már a 17. századtól jöttek Ázsiába és próbálkoztak, és nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt. Most is az, de most már azért az internet korában azért nem olyan nehéz információt közölni. Mi történt? Nagyon lassan indult, elért egy kritikus tömeget, és utána bam, elkezdett elterjedni. És mit vittek át? Nem a történelmi, politikai terheket vitték át. Nem azokat az iszonyú súlyokat, hibákat, tévedéseket, amelyeket itt ugye az elmúlt 2000 évben annyian láthattunk, hanem azt vitték át, hogyha hiszel Jézusban, ma vele vacsorálsz. Ma. Amikor a megvilágosodás tanító, buddhista tanítók Amerikába és Európába mentek, nem arról beszéltek, hogy ez neked hány életbe fog kerülni, hanem arról, hogyha most tiszta a tudatod ebben a pillanatban, és megszabadulsz az egódtól, akkor most megtapasztalhatod igazi önvalódat. Na, ugye, hogy mennyire paralel? Ezek hatottak. Így már más, ugye? Kicsit egyensúlyban van. Jó. Engedjük a hátsó sort, tessék. A kisztáposzat sokat vegetáriás érdekel, hogy viszonyulnak az a buszezéshez. Hát én részemről szeretném elkerülni minden jobban, mert nem kellene ahhoz ölni állatot, hogy mi egészséges testtel és jól létezzünk. Meg lehetne ezt oldani anélkül is. Miért nem szeretnénk állatot ölni? Mert ezzel szenvedést okozunk egy érző lénynek. És hogyha a módunkban áll ezt a szenvedést elkerülni, akkor ezt elkerüljük. Nagyon fontos az, hogy nézd meg, mit csinál az ölés, mint ugye karmikus kapcsolat, közös karmát teremt. Tehát akit nagyon szeretsz, ott van melletted, akit nagyon utálsz, az is melletted van. Ezek mind vonzások, csak az egyik pozitív, a másik számodra negatív tartalmú. De azt fogadd el, nem kell nekem elfogadni, hogyha úgy látod, akkor fogadd el, hogy mindenki, akin sérelem van, akit sérelem ért, az bosszút akar állni mindaddig, amíg át nem látta, hogy ezt hogyan lehet bosszúállás nélkül feloldani. De az állat nem tud megbocsátani. Nincs meg hozzá az instrumentum itt. Tehát bosszút akar állni. És mi több százmillió állatot gyilkoltunk le csak Európában az elmúlt évtizedekben. Évszázadokra kiterítve több milliárd házi állatok, haszonállatok, tessék elgondolni. És ezek az állati tudatok bizony nagyon negatív energiát tudnak közvetíteni, és az emberekhez való kötődés az megmarad. Úgyhogy, ha ölsz, akár közvetve, akár közvetlen, mert a húsfogyasztás az sajnos ezt vonja maga után, olyan karmát sajátítasz el, amiért később fizetni kell. A Buddhának van egy ilyen története, hogy már rég tanított, már valami 20 éve. És akkor egyszer csak folyóparton reggel meditál, és ott van a Ánanda szolgálója a környéke. Ez is csak látja, hogy a Buddha egy fejéhez kap, és így, mintha fájna a fej, és megkérdezi maga azt, hogy fáj a feje? Hát úgy látszik, mintha fájna. Azt mondja, Ánanda, fáj a fejem, képzeld el. Csere, hát az hogy lehet? Te teljesen meg vagy világosodva, hát az energiádat tökéletesen uralod. Hogy lehet az, hogy bármilyen energia problémád legyen, ami a fejfájás ebben az esetben? Azt mondja, Ánanda, 4 élettel ezelőtt, amikor csak bodhisattva voltam, és aszkéta voltam, ennek a folyónak a partján meditáltam, és nagyon-nagyon éhes voltam. Több napja nem kaptam alamizsnát, és akkor megfogtam egy halat, és fejbe vágtam egy kővel, és megettem. És
most jött vissza a karmája, és ez gyakorlatilag azt eredményezte, hogy a fejfájással fizettem ezért. Egyéb kérdés? Bon. Az a kérdés, hogy mi a, az én kapcsolat a pozitív és a negatív gondolatok, hogy mit szól hozzá, vagy viszonyul hozzá ők, hogy lehet őket állítani, de kell állítani a negatív gondolatokat? Honnan jönnek a gondolatok? Belülről honnan? Hol van a gondolat, mint belül? Tessék? Csak az agy? Is, és még? Tapasztalat. És hol van a tapasztalatod? Nem tudod? Mindenünkben, az egészünkben. De hogyha minden is... Hogyha mindenben, akkor viszont semmiben. Ez a baj, tehát nem lehet megnevezni. Azt mondta, hogy mindenhonnan jön, az ugyanannyi, mintha sehonnan sem jönne, mert nem tudod megnevezni. Tehát az a probléma, hogy nem látjuk a gondolataink forrását. Ha látnánk a gondolataink forrását, mint a csapot, amiből jön a víz és a fürdőszoba ajtó alatt kijön, hogyha már megtelt a kád, akkor benész, ajtó kinyit, és így elzárod. Tehát a zennek nincs külön véleménye a pozitív és negatív gondolkodásról, már csak azért sem, mert ezek a polaritások másodpercenként változhatnak. Megfigyelted? Van egy gondolati tartalom, hozzáteszel egy érzelmi előjelet, azt, hogy ezért szeretek valakit. Két nap múlva ugyanezért a gondolatsorért egy ellenkező érzelmi előjelet kinyírod darabokra. Menjen innen! Érted? Ugyanaz. Csak most van rajta sapka, akkor meg nem volt. Tehát honnan jön mindez? Nézd meg, hogy a tudat hogy működik. És hogyha megvan a forrása, akkor úr vagy felette, akkor látod. Ha nem, akkor nincs csak, nincs szerep, nem tudod elzárni, és akkor a saját gondolkodásod talpon vág meg homlokon. És utána megmegy a másikhoz, és öl butit és nyomorbadant. Nem mindegy. Hanem van egy út, ahol megtapasztaltad, hogy honnan jönnek a gondolataid, az érzelmeid, a képzeteid. És ez a tapasztalás, a meditáció, ez tudati teret ad. Tehát a tudatodban megnő az a percepciós tér, az a látótér, amelyben felismered, hogy milyen gondolatok száguldanak a cselekvés felé. Általában ezt nem szoktuk felismerni, és mindenféle előzetes gondolkodást nekünk pofán vágjuk az ellenfelünket. Mert az a szokásunk. Ez a tér, ez nincs. Általában nincs, mert betölti a zaj. És a zajban nem látod a jelet. Tehát ez a tudati tér, ez a látó tér, ami a meditációnak egy nagyon kellemes mellékhatása, miután feltörölted a padlót saját magaddal, úgy, akkor egy kicsit letisztultál, és megnő ez a tudati tér, amiben belefér már egy csomó minden és mindenki. Belefér egy kis türelem, belefér egy kis tolerancia, jöhet belőle egy kis normál, hétköznapi, nem okoskodó bölcsesség. Ez a tér, ez nagyon fontos. Tehát a tudatod tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. És ez a tisztaság, ez a téresség, ez a végtelenségig növelhető. És ebben végig látod azt, hogy mi történik benned. És akkor úrrá tudsz rajta lenni. Jó? Nagyszerű volt a kérdés. Tovább? Ebben sem van. Én meg szeretném kérdezni, hogy a lélek vagy a tudat reinkarnálódik. Na most üljünk itt hónapra, Geli, próbálván megkülönböztetni a lelket és a tudatot? Igazából azt szeretném kérdezni, vagy engem az érdekel, hogy most ez a baba itt van a pucakomba, és hogy így... Drága, igen. Nem tudom, szóval nekem volt az a meditációs gyakorlat, és hogy utána olyan szika letisztultak a dolgok, hogy jöhetett ez a lélek, mondjuk, vagy ez a tudat, akit úgy éreztem, hogy már egy ideje hordozok magammal, és hogy most így, hogy választanak a tudatok, pedig a lelkek szülőt? Ha megszületik, azt kérdezd meg tőle.
Tehát megszületik az a gyermek, le lesz csutakolva, oda teszik a kemletre, és akkor megkérdezett el, hogy drágám, hogy jöttél te ide? És így időre tedd fel ezt a kérdést, hogy évente, és akkor meg lesz a válasz. Nem mondom meg, fedezd föl. Tehát ne a gyerekről legyen egy előzetes tudásod, hanem éld meg azt a pillanatot, hogy hozzád jön, és az a tiéd. És akkor az anyaság fantasztikus élményét éled át, és figyeld ebből a szempontból a fejlődését. Hát úgyse tehetsz mást, a tiéd. Tehát mi vonzotta be hozzám ezt a lelket? Meg fogja mondani, sőt, majd ezt nem szavakkal, érzékeltetni fogja a választ. Aztán viseld el. Mert a gyerek úgy tanít, hogy nem tudja, hogy tanít, és akkor át tud ütni, hogy bírja ki aztán a szülő azt, amit kapott tőle. És nem tudja. Úgyhogy azért is jön, hogy tanítson és tanuljon, és nagyon komoly egymásra utaltság és függés indul az elején. És a szülőnek az egyik legjobb feladata az, hogy fizikailag, érzelmileg, szellemileg, anyagilag, egzisztenciálisan önállóvá tegye azt a kölköt. És elismerni és látni azt, hogy az enyém volt, de most már nem az. És eltelik 20 év, 18-16, most már gyorsabban, úgy kirepül, hogy úgy tűnik, hogy vissza se jön. De ha elengeded, akkor visszajön. Ha nem engeded el, akkor kitépi magát, és nem jön vissza. Vagy nagyon későn, nagyon megverten, nagyon nagy problémákkal, és akkor valami már elveszett. Szívesen. Egyéb kérdés? Mondd. Én ehhez kapcsolódom, hogy mi van azokkal a lányok, akik megszületnek, de eldobják őket. Mert a szülőknek nem kellenek, vagy nem akarták őket. Nem lehet általános okot mondani. És nem is szabad. Inkább segíteni kell azokon, akikkel ez megtörténik, akiknek nincs meg az otthon melege, akinek nincs meg a szülői jelenlét biztonsága, és ebből a szempontból már az is óriási segítséget igényel, hogyha a szülők válnak. Azt hiszem, hogy ezek az okok teoretikusan nem oldhatók meg. Semmiféle spirituális és vallási gondolkodás nem helyettesítheti be azt a törődést, odafigyelést, szeretetet, amely mindenkinek kell ahhoz, hogy ember legyen. És hogy valakinek ez miért nem lehetett az osztályrészt, és miért kellett szenvednie olyan korán, miért kellett ennyi traumát átélnie. Ha azt mondom, hogy ez mind előző életben gyökeredzik, ez segített? Hát nem sokat. Azt tudjuk, hogy gyökeredzik. Megoldottuk ezzel? Nem. Tehát azt kell meglátni, hogy annak a lénynek, aki éppen ott van ilyen helyzetben, mi a problémája, és mi az útja. És hogyha meglátod a problémáját és az útját, akkor össze tudod kötni a múltat és a jövőt. Mert ebben az útban benne van az irány, benne van a szándék, hogy ő mit akar. És a segítség az egyetlen. Őt is lábra állítani, őt is önállóvá tenni, és őnek is a megfelelő módon annyi szeretetet, együttérzést adni, hogy legyen önbecsülése, önbizalma, és megfelelően viszonyulhasson önmagához és az emberekhez. Egyéb kérdés. Elértük, kérem szépen, azt a mélységet, ami ma, most ez rotyog, ugye? Nagyon jó. Tessék tovább kérdezni? Mondd. Folytassuk ezt a vonat, és én kérdezek egy ilyen kicsit tudományos, speciális kérdést. Mit gondolsz, te, mint zenmester, mit gondol az elmúzizmus az ősejt kutatásról? Talán nem kell átgondolom, hogy pontosan mire gondolok ezen. Különösebb gondolatom nekem nincs az ősejt kutatásról. Én azt olvastam róla egy csomó mindent, természetesen belehetünk, hogy ugye az ősejt, mint egy ilyen régi adatbank, és ebben csomó minden kifejlesztető szerrek pótolhatók, betegséggyógyíthatók, stb. Stb. Én ezt nem látom problémásnak. És azt, hogy ugyebár itemgiókat pusztítanak el, hogy ilyen leendő életeket, annak érdekében, hogy később
illetve annak érdekében, hogy ezeket az őserdeket kivoljuk. Tényleg így van? Tehát, hogy tényleg embriókat kell elpusztítani ahhoz, hogy nem a saját köldök zsinórából veszik le? Ahhoz, hogy ezeket a kutatási alapokat lehelyezik, ugye a tudást megszerezik, ahhoz az in vitro, ugye mesterséges úton született, vagy tervezett gyermekek közül párat kénytelenek elpusztítani, illetve magára hagyni, nem beültetni, azzal elpusztítják természetesen. Látod, erről nem tudtam. Arról tudtam, hogy normálisan fejlődő magzatok köldök zsinórjából vesznek le ilyen vért. Hogyha ez egyfajta ilyen tudományos célral elkövetett abortusz, vagy gyakorlatilag, akkor az ugyanolyan, mint amikor terhességmegszakítás történik, tehát ugyanabban a kategóriába esik. És arról mi a véleményed? Megint csak egyénileg bizonyos helyzetet kell látnom, de így, ahogy elmondtad, ezt nem tartom korrektnek. Tehát ez így, ez azzal a lényel, aki ott ugye abban a csőben vagy inkubátorban ott szépen növekszik a folyadékban, ez azzal a lényel nem korrekt, és megmondom, hogy miért nem. Nem azért, mert én vallásbölcseletből vagy vallási elkölcsből gondolom ezt, mert meg kell értenünk az élet és halál körforgását ahhoz, hogy megtudjuk, hogy pontosan az élet mikor kezdődik, és ugye hogyan folytatódik tovább. Tehát a fogantatás pillanatában bizony a lélek hozzákötődik a testhez. És amikor ugye az élet indul, az azzal indul, hogy tudat és test kapcsolódik, mint amikor a vezető beül az autóba. Tehát onnantól kezdve van közlekedés, hogy beültél az autóba és elindítottad. Tehát ha elkezd a magzat szíve verni, mert pedig a magzat az miután a placenta az így összecsavarodott, egy ilyen nagy kürtő lesz belőle, elkezd szépen lüktetni, tehát kipuposodik egy rész, és az lesz a szív. Tudod? Tehát ez egy nagyon érdekes történet, hogy a szívedből indul ki az egész. És mihelyt elkezd lüktetni, az az energia, az már az egyén. Az már a lélek. És hogyha ezt a kapcsolatot valaki elvágja, az pontosan ugyanolyan, mint amikor az abortusznál megtörténik. Úgyhogy ezzel erőszakosan elválasztott egy testet és egy tudatot. Viszont ez a tudat még nem született meg, magyarul az önálló léte nem indult meg, viszont élete már van. De nem olyan, mint a születés után, amikor már önálló érzékszervekkel bír. Ezt meg kell különböztetnünk, de nagyjából ugyanaz történik itt is. A trauma kisebb, de ott van. Ez a trauma kőkemény. És ezt, hogyha lehet, akkor nem így kéne csinálni. Nem így kéne csinálni, mert ez a lélekben megmarad. Az egyik legjobb barátom, aki ilyen harcművész és nagyon, és így ilyen szamurái stílus, a tínédzser korában rájött, hogy ő minden évben ugyanazon a napon fél, de halálfélme volt, úgyhogy nem történt semmi. Tehát ott volt valahol, dolgozott, közfürdött, lovagolt, repült, bármit csinált, azért csomó ilyen. Tud, és adott napon mindig ilyen halálfélelem fogta el, és nem tudta, hogy de izzadásig, remegésig. Aztán megkérdezte édes jó anyját, hogy mondja már meg, hogyha van valami, amit ő nem tud. És hát azt mondta neki az édesanyja könnyek között, hogy el akarta vetetni. És azon a napon elment a kórházba, és a váróból jött vissza. És ott várt, aztán nem ment be. És innentől kezdve a magzat emlékezett rá. Tehát ennyire kemény a történet. Tehát ezeket a karmákat később kisimítani, gyógyítani, ez egy hatalmas nagy munka, és hogy teljes legyen a rendszer, amikor a test és tudat találkozik, az az élet kezdete, viszont amikor a tudatosság felé megy, az egyéni lét felé, az a születés. Tehát a fogantatásra a születési ember esetében általában 9 hónap telik el. Ez a születésnek a folyamata. Ez viszonylag rövid az élethez képest, mert ugye élünk alapesetben több évtizedig. És akkor megszületsz, és akkor leválsz arról a hordozóról, ami az életet adta neked, és elindul az életed, és a test és tudat kapcsolata nagy részt folyamatosan megvan. Éltünk x évtizedet, és normál állapotban elkezd lazulni ez a kapcsolat. Már nem gondolkodunk úgy, ahogy korábban, már nem kell annyit tenni, már nem érzünk úgy, stb. Szépen lazul, és ezt az emberek érzik.
És eljutnak odáig, hogy tudják, hogy a test és a tudat szét fog válni, ezt hívják meghalásnak. És az ugyanolyan hasonló módon rövid folyamat, mint a születés maga. A két rövid. Az egyik a lejövetel, a másik a felmenetel. Család folyamatát azt nem szeretjük. Ott nagyon sokat tudunk szenvedni, és attól az élők általában visszajognak, kivéve, hogyha már megérett bennük az, hogy ezt egyrészt ők is át fogják élni, másrészt pedig most tudnak a legnagyobbat segíteni annak a léleknek, aki éppen távozni készül. És amikor a test és tudat kapcsolata szétválik, arra az inkarnációra végérvényesen, akkor a haldoklás vagy meghalás folyamata véget ér, és indul az, amit a test és lélek szétválasztott állapotának mondunk. Tehát a test nélküli lélek állapotának. Szándékosan nem hozok ide ilyen tibeti, szanszkrit meg egyéb szavakat, mert nem kell. Nem kell. Tehát ez a négy állapot van, két hosszabb és két rövidebb. Ezek a radikális átmenetek, mint a születés és a meghalás, ezek a rövidek, amikor a tudat testet kap, vagy testet veszít. És amikor testben van, az az élet, és amikor test nélkül van, azt úgy hívjuk, hogy halál, vagy én úgy szeretem, hogy születetlenség állapota, vagy létesületlenség, születetlenség állapota. A halálhoz nagyon sok ilyen negatív asszociáció kapcsolódik, hogy jön a nagy kaszás, meg csörögnek a csontvázak, meg ilyen skót kastélyokban a kísértetek ottan munkálódnak, és a nem létező cimbalmon játsszák a szomorú őszi melódiákat. Tehát ezek ilyen toposzok, ilyen kulturális berögződöttségek, és ezeken viszont nem tudunk elindulni. Tehát, hogyha tisztán akarok látni, hogy pontosan mi történik, és valamire azt mondja, hogy számomra ez helytelen, vagy helyes, ahhoz az okot és az okozatot valójában látnom kell, és nem egy ideológikus gondolkodásból, vallási politika, vagy egyéb ideológiából kell szabad kiindulni. Ez így oké? Ha megengedett, csak békésen kötekednék tovább, nekem az a lélek fogalma. Ez egy jó kérdés. Na, ezzel nem tudsz kötekedni. Ezzel nem tudsz. Mert ez rád van bízva. Ismerd meg önmagad, és megismered a lélek fogalmát. Nem mondom meg. Ha tudnám, sem mondanám meg. Tessék! Milyen küldetéssel születünk el a világra? Hogyha tudjuk, hogy az először világban is volt egy küldetésünk, akkor... Tudjuk, hogy volt? Vagy csak gyanítjuk? Gyanítjuk. Na, gyanítjuk. Hát az még ugye nem bőr, hogyha csak gyanú van, az még csak nyomozás. Nyomozzunk. Tehát, ami a múltkor volt, az a mostba jött. Az összes előző életünk az így szépen sok-sok cikcakot vehetett, de ide jöttünk. Mindannyian. Tehát nem a múltban van a misszió, vagy a küldetés, itt van. És én kérdést javaslok ennek a megválaszolására. Paradox, de működik. Tehát az a meditáció tárgya, mi a dolgom? Holnap megtanítjuk a technikát? A bevállalósabbja, az jöjjön. Megtanítjuk, hogy hogyan meditálsz, és hogyan használod a tudatodat az önmegismeréshez. Hogy pontosan tud belülről, hogy miért vagy itt. Van, amikor ezek az impulzusok nagyon világosan, nagyon csendesen kopogtatnak a tudatosságod ajtaján, és azt mondják, hogy de jó lenne ezt és ezt csinálni. Én azt akarom, hogy ez és ez legyen a szakmám. De ezeket a jeleket mi nagyon nagy részt vagy nem látjuk, vagy pedig teljesen elhanyagoljuk. Miért? Mert erősebb a kondicionálás kívülről, erősebb a kívülről felépített szokásrendszer. És éppen ezért nem halljuk meg azt a nagyon gyöngéd, nagyon világos, gondolkodásmentes, kétségmentes inkább üzenetet, amit a legmélyed küld, amit a lelked legmélye küld feléd, hogy valójában ezért vagy itt, csak lásd már meg, halld már meg. Ha meg nem, akkor csattanunk. Csattanunk a saját falunkon, csattanunk a helytelen döntéseinken. Kapjuk az idegösszeroppanást azért, mert nem bírjuk a stresszt. Miért? Mert nem azt vállaltuk, amit kellene.
Tehát még egy kérdés? Persze. Hol tévedtem? Amikor analizálom, mert mondjuk én már nem vagyok annyira fiatal. Az hát nem mondj ilyet! Hát miért mondanál ilyet? Jó, hát a lelked, a lelkednek az nincs életkora. A személyidben csak a tested született. Vigyázzunk ezzel, de azért folytasd tovább, meghallgatom. Csak nem tudod már a kérdést az őszüreg anyuka nézőpontjából föltenni. Az analízisről van szó, hogy hol tévedtem, meddig vagyok hajlandó a terhet viselni, csak azért, mert anya vagyok, gyerekeim, meddig fogom tűrni a fájdalmakat. Meddig? Ha látjuk azt, hogy pontosan mi a célja az életünknek, és ezért térnék vissza ez a kérdéshez, hogy valójában mire születtünk, miért vagyunk itt, akkor a fájdalmat azt el lehet viselni, mert tudjuk, hogy van egy pont, amikor már felesleges, és akkor ott lehet hagyni a fájdalmat. Tehát a sportoló az a célszalag átszakítása után szokott összeesni. Előtte akármennyire fáj, végighagyja, végignyomja, végig szenvedi, és amikor beért a célba, akkor össze lehet esni. És ez minden erőfeszítésre igaz. Gyereknevelés. Előbb-utóbb anyuka is rájön, hogy valami elképesztő nagyot vállalt. Már az első évben, amikor álmatlan éjszakák sokasága van, és nem alszik többet, így nagyjából 3-4-szer másfél órák, ennyi van, azt kész, aztán üzemelni kell. Aztán rájön, hogy ez a gyereknevelés az, ami elképesztő igénybevétel, aztán a gyerek ugye nő, és adja a jeleket, és jönnek, és akkor fáj is, borzasztóan fáj, és csak az a szeretet tudja fölülírni, ami az élet szeretete. Tehát amikor ezek a minőségek megvannak, tehát hogy szeretet, cselekvés, céltudatosság, akkor megvan az is, hogy mikor elég. És itt ezt a nagyon fontos kérdést javaslom. Mi az elég? Általában anyukák túl teljesítik ezt. Még többet akarnak adni, még jobbá szeretnék tenni a gyerekeket, és nem tudják elfogadni, hogy azok a gyerekek éppen ilyenek. Pontosan ilyenek. Az a cél, hogy a gyerekeket fölneveljem, kiröpüljenek, párt választanak, legyen lakásuk, kocsiuk, állásuk, bármi. Megtörtént, vegyem le magamról a terhet. Továbbra is az anyjuk leszel. Továbbra is az anyjuk leszel. És látom, hogy nem a gyerekekkel van a fő probléma, hanem akkor viszont meg kell változtatni a párkapcsolat működését is, mert már a célját betöltötte a párkapcsolat olyan szinten, hogy rátok már nem olyan apaként és anyaként van szükség, mint ami a gyerekek ott lakása idején, iskoláztatása, stb. Idején. És itt van egy olyan lehetőség, amivel hogyha élsz, akkor azok az energiák, amelyek most már esetleg rombolóba fordulnak, negatívba fordulnak át, frissen a házon kívül egy új környezetben új funkciót nyernek, és számodra teljesen újra formálják az életet. Amíg bírja a szervezeted, testileg, lelkileg, nem szabad nyugdíjba menni. És rengeteg annyi szükséget szenvedő ember és szervezet van, hogy a nap nagy részét kívül lehet tölteni jótékony munkával, segítséggel, és nem a családdal kell foglalkozni, mert nincs miért. Ha üresben jár a motor, és nincs sebességben, nagyon hamar túlmelegszik, és fel tud robbanni, mert nincs sebesség, ami ugye lehűtse a motort a hűtőrendszeren keresztül. Magyarul, ha a családi energiának, mondjuk egy párkapcsolatnak már nincs olyan célja, a gyerekek nincsenek ott, mint ugye az energiát felvevő lények, de már kirepültek, alig kell otthon lenni. Kívül ezeket az energiákat nagyon jól lehet használni. Rengeteg embernek van rá szüksége, és a családot, vagy éppen a párt el kell látni, és annyit beszélni vele, annyit együtt lenni vele, amennyi épp szükséges. És ez nagyon-nagyon nagy művészetet és önismeretet kíván, hogy ezen a középúton meglegyél.
Mert valószínűleg, amíg az ember együtt él a párjával, szüksége van rá, szükségük van egymásra, de mennyire, mennyit adsz magadból, és mennyit fogadsz el a másikból, és itt egy óriási középút szükséges. Azért óriási középút, hogy elég toleráns legyen, és ne legyen túl szűk, de ne legyen hajlandó szélsőségekbe menni. Szélsőségesen sokat adok, szélsőségesen keveset adok. Szélsőségesen sokat fogadok el, és ebből túl sok fájdalmam van, vagy lezárom az egészet, és nem fogadok el semmit, és falat építek. Tehát, amikor ez a középút megvan, és ennek a zenben az a neve, hogy éppen ilyen. Nem jó, nem rossz, nem magas, nem alacsony, dualisztikus gondolkodást töröltük, éppen ilyen. A férjed éppen ilyen. A feleséged éppen ilyen. És úgy látod, ahogy van, de ez azt kell, hogy magadat lásd először úgy, ahogy vagy. És ezt a lépcsőt nagyon nehezen lépik meg az emberek, hogy hagyják engem. Én jó vagyok, így, ahogy vagyok, a másik meg, hú, a másik meg, az aztán borzasztó. Tehát ez nem állapot, tehát ez nem így működik el. Tehát ez azért fontos, amit kérdeztél, mert egy valós, kőkemény, jelenlévő, izzó, égő problémát hoztál ide. És én azért javaslom most gyöngéden, és csak javaslom, hogy holnap gyere el a meditációs tanításra, mert a szívemet, lelkemet kitehetem itt az asztalra, és akkor sem fogom ezzel megoldani a problémádat. Legjobb esetben megmutathatom az utat, és kezedbe adhatom az eszközöket, hogy ezt hogyan tedd saját magad. Ez már két hatalmas nagy adomány, de ezzel élned kell. Hogyha szeretnéd, akkor ez lehetséges. És meg lehet oldani már a problémát azzal, hogy nézőpontot váltok. Tehát a nézőpontváltás az annyira radikális lehet, hogy esetleg 20 évig ugyanazon a ponton ütöttem a falat, a másik személyiségének a falát, és mindig ugyanazt akartam tőle, és sohasem teljesítette. És most kicsit hátrébb megyek, még hátrébb, még hátrébb, még hátrébb, és egy új nézőpontból megtalálom az ajtót azon a falon. És oda megyek az ajtóhoz, és húha, ez zárva van. Igen, ám, hol a kulcs? És akkor a szívedből előveszed a kulcsot. És belepróbálod a zárba. És lehet, hogy nem az a helyes kulcs, mert még nem ismered eléggé a saját szívedet. És akkor kiveszel egy másik kulcsot, és addig próbálod, amíg ki nem nyílik. És akkor valami egész más történik, mint amikor egymás falába verjük a fejünket, és üvöltözés van a bástyáról, és dobáljuk át a különböző kézigállatokat. Jó? Szívesen. Más kérdés? Utolsó egy-két kérdés, mondd! Engem az érdekel, hogy megvilágosodáskor a felejtés, ez megszűnik. A felejtés? Szerintem akkor kezdődik igazán. És valamit arra gondoltam, hogy olyankor... A felejtésről tudok neked beszélni nagyon sokat. Az emlékezés, hogy emlékszünk, hogy mi volt az előző. Ja, olyan? Igen. Az úgy mellékhatásként néha úgy van. De hogy te csak olyan átvonulóban. És az ott megmutatja magát, azt elmegy. És nem jön vissza. Tehát csak arra emlékszel, amire nagyon kell emlékezned, és a felejtés, mit is akartam mondani, tehát a felejtés az úgy be tud indulni, mert az a tudatnak az öntisztítása. Most képzeld el azt, hogy a WC lefolyóban dugulás van, és több életnyi ürüléket nem tud kiüríteni, mert ragaszkodik, és ez a ragaszkodás, ez a dugulás. Iszonyatos büdös van, és ez a szégyen. A szégyennek a bűze, a bűntudatnak a bűze, a negatív érzelmeknek és szörnyű életérzésnek a bűze, mert ott van a karmád, ami lerakódott, mint a guánok, keményen, vastagon. És nem tudsz tőle megszabadulni, mert ragaszkodsz hozzá, de oly mélyen ragaszkodsz, hogy már az is így mélyen, rétegek alatt van. Na most, amikor az ember korrekt módon zen vagy egyéb meditációt kezd el gyakorolni, akkor fellazítja ezt a dugót. Ez nem megy ám bizonyos büdösség nélkül. Néha nyakig vagyunk benne és kotorászunk, hogy hol vagyok én, ugye? És onnantól kezdve, hogy megtaláltuk, hogy na itt, na ezt kell egy kicsikét ott átgyúrni, megfúrni, kinyírni, kihúzod, és akkor elkezded kreatívan elfelejteni mindazt, amire már tényleg nem kellene emlékezni, de még mindig ott zajong a tudatban. És ettől több leszel, tehát a kevesebb ilyenkor több lesz.
több kreatív gondolatod van, a tudatod tere letisztul, megszabadul ezektől a teljesen felesleges emlékektől, és le tud folyni, ez a jó hír, le tud folyni a múlt lefolyóján teljesen. Nem csak, hogy lefolyik, hanem, hogy belekerül a tudat termőföldjébe, és megtrágyázza azt, hogy a jövő magvai abból hajtsanak ki. Tehát a múlttal semmi gond, a karmával semmi gond. Csak engedjük vissza, hogy termékenyítse meg a lelkünket, és ez el kell felejtenünk. Nem vészel az, csak átalakul. És milyen jó. Igen. Én azt szeretném kérdezni így a reinkarnációval kapcsolatban, vagy egyáltalán így a zen, azt a meg nem születés állapotát, azt úgy képzeli el, mint egy csomó szuverén lélek, aki különböző testekben reinkarnálódik, vagy pedig egy nap tudat, aki manifesztálódik testekben, tehát az én lelkem, az egy lélek, aki egy-egy testben volt, vagy pedig egy közös tudat, aki minden testben volt. Attól függ, hogy mit iszunk ma este. Az is jó. Ha olyat iszol, hogy arra, akkor olyan egyéni lesz. Ha mást iszol, akkor olyan kollektív. Ha harmadikat iszol, akkor lehet, hogy teljesen más élményed lesz tőle. Jó, tehát nincs egy ilyen definiált, vagy ilyen egy elmélethez ragaszkodó nézőpont. Most vegyem el a teremtőkészségedet? Egyáltalán nem. Akkor ez teljesen a te tudatodon fog múlni, hogy a tudatod mit csinál. Mit csinálsz? Azért kérdezem, mert arról beszéltünk, hogy az előző életünkben mi történt, de hogy az egy véges számú előző élet, vagy pedig végtelen számú előző élet. Tehát, hogy én nem is tudom hány generáció keresztül... Ez már legalább egy olyan 40-60 fokosat kell inni, hogy ez hozzájön ez az alaphoz. És elmondom, hogy nagyon szívedre vagyunk. Nagyon aranyos a kérdése. És biztos, hogyha gyakorolsz, akkor megtalálod rá a választ. Jó? Oké. Okay. A csendnek a fontosságáról kérdeznék, értékéről, és maga ez az energia. Ahogy meditálunk és csendben vagyunk, hát aki ezért vesztett fel, vagy sok minden bennem. Erről szeretném egy kicsit szólni. Egyéb kérdés? Kérem szépen, azt hiszem, hogy a hasznos játékidőnk végére értünk, és én nagyon megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmét, a kitűnő humorérzékét, a mélységes és őszinte kérdéseit, amivel ezt a mai dharma alkalmat szerintem emlékezetessé tettük magunk számára, és mindazok számára, akik ezt még meg fogják nézni. Úgyhogy köszönetnyilvánításom mellett szeretnék arra buzdítani mindenkit, hogy a holnapi napon szándéka szerint jelenjen meg a meditáció tanításán, mindenki be fog férni. Megígérem. És megtanítjuk azt, amit szóban nem lehet elmondani. Akármennyit beszélek arról, hogy mi a víz. Mondhatom víznek, voda, Wasser, water, low. De semmi sem helyettesítheti ezt. Nem kóstolod meg, nem tudod milyen. Úgyhogy a zen az időtlen, de nekünk nincs végtelen időnk. Nekünk ez az életünk ebben a felállásban nagyon véges. Olyan rövid, hogy az univerzum időtartamaihoz képest ez egy ennyi. Hány millió éve vannak hegyek, folyók, fák, fémek, levegő, fény. És nekünk ebben a felállásban mennyi van? Jóha 70 vagy 80. Abból mennyi a hasznos?
Mire rájössz, hogy miről van szó, már eltelt az első harmada. Mire rájössz, hogy pontosan miért vagy itt, addigra már majdnem az aktív korod végén vagy, és valójában ez az élet felénél bekövetkező dantei válság, amely hölgyeket és urakat egyaránt elér, akkor jössz el valójában, hogy itt miről van szó, mert akkor üdítetted fenékig az egészet. És onnantól még cselekedni kell, onnantól még takarítani való van. Onnantól még az utat kell járni, hogy nehogy úgy halljál meg, ahogy megszülettél, mert az egy nagyon-nagyon rossz vállalkozás lenne. Az a nullás inkarnáció, nem csináltál semmit. Intelligensnek tűnő tápcsatorna voltál, amin bementek a dolgok, egy kicsit ott köröztek, azt kijöttek. Mit értél el? Semmit. Ilyen is van. Ha a tudatodat megfelelő módon használod, akkor a legjobbat ki tudod hozni magadból és másokból egyaránt. Ez a jó hír. Rossz hír nincs. Csak a lábjegyzet az, hogy ez munka. Ez belül végzett munka, amit lehet mosolyogva csinálni, és ezt nagyon szeretjük, hogyha valakik mosolyognak, és lehet nagyon komolyan is, és néha könnyezve, sírva, átkozódva, de minden karma el tud múlni nyomtalanul. Semmi olyan nincs a tudatodban, aminek önálló léte lenne, csak az önvalódnak, a születéstől és haláltól mentes önvalódnak van egyedül önálló léte, az viszont nem név, nem forma, nem jelenik meg és nem tűnik el. Tehát minden, ami benned fájdalom, minden, ami benned valahol az én, amit annak gondolsz, de valójában nem te vagy, az el tud múlni, attól meg tud szabadulni, az nyomtalanul újra energiává és utána ürességé tud válni. De ezt dolgozni kell, ezt cselekedni kell. Ennek a tapasztalásához, ennek a helyes felhasználásához és ezúton a világ segítéséhez kívánok mindenkinek erőt, egészséget, kitartást, ahhoz, hogy ezen az úton menjünk, haladjunk, de sose higgyük, hogy végleg befejeztük. Köszönöm a figyelmet!